A katasztrófavédelem munkatársainak kellett kivágniuk autójából azt a nőt, aki ma délután eddig tisztázatlan okok miatt egy fának hajtotta a Mártai úton. A sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett. Vásárhelyről Mártéra haladt 3 óra után egy zöld Suzuki személygépkocsi. Amikor a nagy pálkanyarhoz ért, eddig tisztázatlan okokból kisodródott az útról és egy fának csapódott. A balesetben a gépkocsit vezető nő sérült meg, őt a mentőszolgálat munkatársai ellátták. A nőt egyébként a kocsiból a katasztrófavédelem munkatársai szabadították ki. A baleseti helyszínen és ideje alatt az érintett útszakaszon félpályás útlezárás volt érvényben. A félpályás útlezárást a helyszínen és befejezését követően 16 órakor oldották fel a rendőrség munkatársai.